A 100 éves a Nyugat busz után itt az újabb járat, immáron a magyar nyelv és Kazinczy Ferenc szellemiségével. A korábbi évben elindított kezdeményezés sikerességén a szervező Petőfi Irodalmi Múzeum felbuzdulva egy újabb témát hozott egészen közel a diákokhoz és a felnőttekhez egyaránt. Sárospatakon az első megálló az Árpád Vezér Gimnázium parkolója volt. Ebben az évben Kazinczy Ferenc születésének ünnepeljük 250. évfordulóját, és az idei év lett a magyar nyelv éve, és ehhez kapcsolódott a Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállítása. Ez a mozgó kiállítás, megint csak egy busz, és most a magyar nyelvről szól ez a kiállítás. A nyelvtörténet, a nyelvújítás korszaka, Kazinczy élete, a nyelvjárások és az aktuális nyelvhasználat csak néhány a feldolgozott témák közül. Számos interaktív eszköz is van a gépen, lehet nézni, hallgatni érdekes beszélgetéseket, felolvasásokat a nyelvről, de talán népszerűbb az a kis székely szótár, ahol a eltérő nyelv használatról láthatunk példákat, és van egy nagyon érdekes, nagyon hasznos és tartalmas számítógépes anyag, ahol az aktuális a mai nyelvjárási eltérésekről lehet friss információkat szerezni. Az Árpád Vezér Gimnázium a kezdetek óta egyik főhelyi partnere a kezdeményezésnek. Teljesen másfajta ismeretszerzésre ad lehetőséget, mint amit a diákjaink megszoktak, nem száraz nyelvtanórákon ismerkednek az anyanyelvnek a jellegzetességeivel, hanem játékosabb formában, hozzájuk közelebb álló formában, és azt gondolom, hogy minél több módon jut el hozzájuk információ, az annál inkább beépül az ő kis agyukba, a személyiségünkbe. Megmondom őszintén, amikor mondták, hogy ide kell jönnünk, én ezt az egészet érdekesnek találtam, mert ugye hát ritkán vagyunk egy ilyen kiállításon végül is, hogy egy ilyen Icarus buszt alakítottak ki erre a célra. Nekem nagyon tetszett egyébként az egész, főleg ez az SMS-es fal itt a végül is, mert az ugye minket is érint, mi is a mindennapokban elég sok üzenetet küldünk így egymásnak, és érdekes volt, hogy milyen dolgok, és ez is összefügg ugye a magyar nyelvünkkel, ezt nagyon érdekesnek találtam, meg így a busz kinézete is. Megmondom őszintén, figyelemfelkeltő. A különleges sárga busz ezúttal is mintegy 80 településre látogat el december közepéig.